A keresztény ünnepekkor a hívők elleni támadások kockázata is megnő. Az elmúlt években több súlyos merényletet is elkövettek vallási ünnepeken. Ferenc pápa külföldi útjain rendszeresen sürgeti a vallásokon átívelő összefogást az erőszakkal szemben. 2019 húsvét vasárnapján 3 templom és 4 szálloda ellen követtek el öngyilkos merényleteket iszlamista terroristák Sri Lankán. A robbantásokban csaknem 300-an vesztették életüket, és mintegy 600-an megsebesültek. Az áldozatok többsége keresztény hívő és turista volt. A merényletekért az iszlám állam vállalta a felelősséget. A terrorizmusnak van egy olyan jellegzetessége, hogy figyelemfelkeltő akar lenni. A keresztény ünnepekkor érezhetően emelkedik a keresztények elleni támadások száma, aminek szimbolikus jelentősége van, ugyanis a hívők kötődnek vallásukhoz és templomaikhoz. Erről Újházi Lórán beszélt az M1-en. A Vallás és Társadalomkutató Intézet vezetője kiemelte, Ferenc pápa arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresztényeknek közösen kell fellépniük az üldözések ellen. Gondoljunk a közel-keleti utazásaira. Na most ez az egyik, a másik pedig az, hogy keresi a vallás közi párbeszédnek is a lehetőségét, tehát az iszlám közösségek vezetőihez is elmegy, éppen azért, hogy vallásos, jóérzésű emberek közösen lépjenek fel minden erőszakkal szembe. A szenvedés, amit átélünk vagy látunk, közelebb hoz Istenhez. Erről a Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke beszélt húsvét alkalmából az MT-nek. Balogh Zoltán hangsúlyozta, a húsvét lehetőséget ad, hogy a szenvedésről a feltámadás fényében gondolkodjunk, és a hívő embereknek egyetlen dolga van, enyhíteni a szenvedést. Nagy szombat alapvetően az egyik legcsendesebb nap az évben. A húsvéti ünnepkör utolsó napja nagy szombat, amikor a katolikus hívek és papok Jézus feltámadását várják. Erről Monostori László Esperes beszélt az M1-en. Megvan a szépsége ennek a várakozásnak, hogy csendben vagyunk, vírasztunk és remélünk. Reméljük azt, hogy a gonoszt le fogja győzni a jó, reméljük azt, hogy világosság fog gyúlni a sötétségben, reméljük azt, hogy az élet le fogja győzni a halált. A szenvedő, menekülő emberek Jézus sebeit hordozzák, mondta Fabinyi Tamás az MT-nek. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke kiemelte, az egyházak 3 dolgot tehetnek a békéért a háború árnyékában, imádkoznak, felemelik a hangjukat és segítenek a szenvedőkön. Krisztus szenvedése, halála és föltámadása azt mutatja, hogy átment a halálon. Átment a halálon az életbe, és ehhez akarunk csatlakozni. Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük húsvétkor, és ha azt akarjuk, hogy sorsunk is kötődjön Jézuséhoz, akkor bűnbánattal, imádsággal és a segítő szeretettel kell megtisztulnunk a bűneinktől. Erről Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek beszélt az M1-en. Erdő Péter hangsúlyozta, a mostani háborús helyzetben pedig nagyon fontos, hogy segítsünk azokon, akik rászorulnak. Ha azt akarjuk, hogy az örök sorsunk Krisztusnak, a föltámadt Krisztusnak az életéhez kapcsolódjon, akkor már itt a Földön el kell kezdenünk követni őt. Ő pedig megmondta, hogy mik a követelmények. Tehát éhezőknek enni adni, szomjazóknak inni adni, és így tovább. Még a menekültek befogadása is valamilyen szinten ott szerepel ezek között a cselekedetek között. Erdő Péter kiemelte, a pandémia elmúltával a hívők visszatértek a templomokba, amit tovább erősíti a közösség segítőkészségét, összetartozását és hitét.